Kriszti és Rajmi kíváncsian szemlélték a hagymásházban kiállított fotókat, információs táblákat és eszközöket, melyek a régmúlt időkről mesélnek. Arról a korszakról, amikor a város gazdasági jólétét, lakóinak társadalmi felemelkedését a hagyma jelentette. Ez az időszak nem merült feledésbe, hiszen a mai napig a legtöbb embernek makóról a hagyma jut eszébe. Akkor mindig azt hallom, hogy csak hagyma, hagyma, hagyma. De miért ennyire híres? Sokan teszik fel ezt a kérdést, és hogy mi az igazság, kisfilmünkből kiderül, hiszen Csengeriné Szabó Évától mindent megtudhattunk. Több mindennek kellett, hogy itt összeálljon, ugyanis a makói hagyma hungarikum, amit köszönhet a talaj minőségének, hiszen a makó és térsége talaja alkalmas volt a hagymatermesztésre, illetve a zöldségféléknek a termesztésére. A napsütéses órák száma itt a legnagyobb, ugye a déli vidékeken, és a nagy meleg, a szárazság, illetve a csapadékmentes időjárás, ugye a nyári időszakra esik a vöröshagyma tenyész idejére, nem esik annyira sok csapadék, és ez ugye elősegíti azt, hogy a mag kellő mértékben beérjen. A múzeumpedagógus azt is elmesélte, hogy már a törökkort megelőzően termesztettek hagymát a marosmenti településeken, és hogy az első írásos emlék második Ulászló nevét őrzi, aki a pestis járvány elől Csanádvárába menekült, ahol vöröshagymával kúrálta magát. Az igazi nagy áttörést a vasút és hídépítés jelentette, hiszen onnantól kezdve már a világpiacra is kikerülhetett a termény. A kiállítás látványosan illusztrálja azt a folyamatot is, melynek végterméke a kiváló minőségű hagyma, mely a helyben kifejlesztett 3 éves termelési ciklusos dughagymás eljárásnak köszönhető. Első évben elvetik a fekete magot, kora tavasszal, majd ez érik be augusztus 20-a környékére dughagymává. A dughagymát felszedik, csomókba szokták felszedni a hagymát, egy kicsit szárítják, és utána 3-4 nap után beviszik ugye a házhoz, és ott történik az osztályozás, különböző osztályozó gépekkel, majd pedig fölteszik a padlásra száradni, és körülbelül olyan november környékén, november közepén Erzsébet napkor szedik le és a padlásról, és fölteszik a kemence fölé a hagymaszárító rácsra, hogy egyenletesen szépen kiszáradjon. Ezt folyamatosan időnként mozgatják, körülbelül január környékén így ezzel a kis mellette található tolóvonóval szépen mozgatják, hogy mindenütt egyenletesen kiszáradjon a hagyma, és hát körülbelül olyan József napkor március környékén, március közepe környékén szedik le, és utána történik a dughagymának az eldugványozása. Hozzátette, ez érik be második év őszére étkezési hagymává, majd magszárat bont, és minden kezdődhet előről a kis fekete maggal. Wow, azt, hogy itt is mennyi minden van. A számos hagymás eszköz mindegyikét alaposan szemügyre vehették a különböző helyiségekben szereplőink, akik a forgatási nap végén tele élménnyel, kicsit megfáradva, de annál éhesebben fogyasztottak el egy finom, hagymás, zsíros deszkát. Teljes filmünket, mely pályázatnak köszönhetően egy sorozat részeként készült el, május hónapban tűzzük műsorra.